Hivatalos programját megszakítva Irakba utazott kedden éjjel az amerikai külügyminiszter. Mike Pompeo a bagdadi repülőtéren tárgyalt az iraki államfővel és az iraki kormányfővel, elsősorban azért, hogy biztosítsa őket arról, Irak minden körülmények között számíthat az Egyesült Államok támogatására. A találkozó után azt magyarázta újságíróknak repülőgépe fedélzetén, hogy számos iraki milícia áll iráni befolyás alatt, ez nem újdonság, és most azt tanácsolta az iraki kormánynak, hogy vegye ellenőrzése alá ezeket a fegyveres csoportokat. Az iraki vezetés arról számolt be, hogy maguk is erre készülnek, úgyhogy az Egyesült Államok segítséget nyújt ebben, mert amíg olyan irániak vannak Irakban komolyan felfegyverezve, akiket az iraki kormány nem tart ellenőrzése alatt, addig az iraki lakosság nincs biztonságban, így aztán veszélybe kerül Irak stabilitása is. Az amerikai külügyminiszter bátorította Bagdadot, hogy mielőbb járjon ennek a végére. Az amerikai külügyminiszter bagdadi villámlátogatása, amely alkalom volt üzleti egyeztetésre is, újabb egyértelmű üzenet Iránnak a két ország között növekvő feszültségben.